Eredetileg minden megkezdett gigabyte után 150 forintos adót vetett volna ki az internet használatra a kormány, de egy fideszes módosító végül várhatóan felső határt szab majd az új adónemnek. Az internetadó magánszemélyeknek maximum 700 forint, cégeknek pedig 5000 forint lesz majd. Az Index úgy tudja, még a Fidesz frakció sem tudott az internetadó bevezetésének tervéről. A gazdasági bizottság egyik fideszes tagja szerint szomorú, hogy ekkora horderejű, és a gazdaságfejlesztés fő irányával szembe menő döntésről előzetesen nem kérték ki a véleményüket. Braun Róbert a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Ma felettébb kíváncsi vagyok, keresem a pénz útját, úgyse tudok majd előre jutni, mert senki nem tud nekem választ adni, lehet, hogy rossz helyen érdeklődök. Önnel kapcsolatban pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mi a véleménye, ez az egész internetadó miért? Hát szerintem ez az alapvető kérdés. Nyilván, hogy az internetadó a szörnyűség, az nem kell nagyon sokszor magyarázni, visszaveti a versenyképességet, csődbe visz egy csomó vállalatot, akinek nem kéne csődbe menni, Magyarország összes olyan jövőképességét hátráltatja, amiről a modern nyugati világ szól, tehát erről nagyon sok szót nem érdemes vesztegetni. Van azért egy csomó összefüggés, amit viszont érdemes feltárni. Az egyik, hogy hát van egy gazdasági miniszterünk, aki beterjeszt egy olyan törvényjavaslatot, amiben egy olyan iparágat, amiben 164 milliárd forintnyi bevétel keretkezik, 200 milliárdnyi adóval szeretne sújtani. Amire azt mondja, hogy az csak 20 milliárd. Hát ebből látszik, hogy viszonylag nem tud számolni. Ez hát hogy arra számít, hogy úgyis leírják majd. Jelentős mértékben alkalmatlanná teszi őt a pozíciójára. Persze nem ő az egyetlen ebben a kormányban. De lehet, hogy ezzel már egy lépés előbbre járt a gondolkodásban, és tudja azt, hogy majd lesz egy olyan lehetőség, de ez leírható akármiben. Ezt valószínűleg akkor a Fidesz-szel nem osztotta meg, mert ugyanaz a Rogán Antal, akiről Szigetvári Viktor oly elokvensen beszélt, hogy ha zárulóvá válik akkor, amikor orosz érdekeket szolgáló törvényjavaslatot nyújt be, az természetesen 700 forintban, majd cégek számára 5000 forintban maximálja az internetadó költségét. De ennél talán fontosabb, mert ön kérdezgette, hogy hol a pénz korrupcióügyben. Igen. És itten sokan írják azt, hogy ez gumicsont lehet, és hát azért dobták így be igaz. Az internetadót, hogy ezzel foglalkozunk. Úgy igaz, hogy tehát én is ezt olvastam, hogy ez most tehát elterelő hadművelet. Hát akkor beszéljünk ennek kapcsán a korrupcióról. Például arról, hogy nincs magyarázat. Például arról, hogy hát jelentős összefüggés van a korrupció, és a mindenféle borzalmas hülyeségadók között, ilyen például az internetadó is. Mert hogy egy olyan gazdaságban, ahova nem jönnek befektetők azért, mert a lényegében a hát afrikai diktatúrákkal kezelik egy szinten, ebből is látszik persze, hogy a katonai puccs és az alkotmányos puccs között nem olyan nagy a különbség, minden esetre ezeket az országokat a befektetők nem nagyon kedvelik, a gazdasági mutatói nem jók, az emberek elszegényednek, és ennek következtében az összes olyan lehetőséget, amiben valami pénzzel az államot finanszírozni lehet, azt meg kell fogni. Ennek persze az lesz a következménye, hogy az embereknek még rosszabb lesz, ennek az lesz a következménye, hogy tovább gördül az a spirál, amitől Magyarországon olyan borzalmasan rossz élni olyan sokaknak. Ez az egyik összefüggés. A másik összefüggés persze az is, hogy hát ma felrobbant az internet természetesen, és a blogoszférától kezdve az Indexen át, a 444-en mindenki az internetadóról beszél. De vajon tényleg ennyire fontos az internetadó? Nem az elmúlt 5-6 év összes drámája az jóval fontosabb volt? A minimálbér, a közmunkaügy, maga az alkotmányos puccs, amit itt végrehajtottak, akkor soha nem robbant fel az internet. Tehát, hogy ez egy olyan jó középosztályi ügy. És ezt is, ha tetszik, hát figyelembe kell vegyük akkor, amikor a Fidesz politikáját nézzük, hogy Magyarországon a média és az emberek nem pontosan érzékelik már azt, hogy mi az igazi baj és mi a nem. Szerintem az internetadó miközben egy nagy hülyeség, a közben nem akkora baj, mint amennyit foglalkozunk vele, és ennél sokkal nagyobb és komolyabb dolgok történtek az elmúlt 5 évben. Ha van még másik vetülete, akkor ne feledje szavát. Valóban abban igaza van, hogy az, hogy kiverte a biztosítékot, az lehet egy optikai csalódás is az ön és az én számomra is, mert hogy mi, akik mondjuk reggeltől késő éjszakáig vagy hajnalig az interneten is lógunk, akkor pontosan azt látjuk, hogy felrobbant
felrobbant az internet. De egyáltalán nem biztos, hogy az a kedves X településen élő nézőnk, aki most figyel minket, ő például annyira izgatja magát, vagy izgatta mai napon magát az internet adó miatt. Tehát tudom, hogy ebből a szempontból lehet csalóka a kép. Akkor viszont még inkább kérdés a kérdés, hogy mire volt jó ez az egész. Nem lesz népfelháborodás akkora, nem lesz forradalom belőle akkora, figyelemelterelő hadműveletnek, az csak ideig, óráig jó. Hát most még meddig, tehát az amerikai kitiltási botrányról nem fogja örökre elterelni a figyelmet. Hát erről semmiképpen sem engem kell kérdezni, hanem azokat, akik ilyen butaságokat csinálnak. De még egy valami jutott eszembe. Volt már olyan vendégem, és lesz is még a holnapi napon, akikkel erről a témáról is fogok majd beszélgetni, és ugye az is szóba került, hogy azért az internet, a közösségi oldalak, az egy nagyon fontos szervezőerő is tud lenni. Persze, ez is benne van. Nyilván ugyanabban a sorban illeszkedik, ahol Orbán Viktor kontrollálni szeretné azokat a területeket, ahol a demokratikus hajlamok burjánozhatnak, bár burjánoztak eddig is, de nagyon sok sikert nem értek el. Igen, persze, nyilván ez is benne van, korlátozza a médiát, azt, amit egyébként már hirdetésekkel és egy csomó minden más gazdasági eszközzel korlátozott, törvényet korlátozott, azt most ilyen eszközökkel, és ez is benne van. De mondom még egyszer, talán nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy egy olyan ország, amely olyan mértékig korrupt, amilyen mértékig korrupt, és még egy válasz maradt talán Szigetvári Viktornál el, hogy szerintem nincsen esély. Nincsen esély. Akkor, amikor, hát itt beszélgetünk. Már kideríteni az igazságot. Kideríteni az igazságot, hiszen egész egyszerűen azok az intézmények, amelyeknek ki kéne deríteni az igazságot, azok nem működnek. Itt beszélgettünk egy bizonyos tévétársaságról, ahol a mi ügyében Szigetvári Viktorral közösen indítottunk mindenféle eljárást a magyar joghatóságoknál. Sehol nem jártunk sikerrel, azt reméljük, hogy majd talán az amerikaiak figyelmét fölkelti. Szerintem most nagyon sokan félnek, és ez jó. Félnek azok az amerikai állampolgárok, akik bizony részt vettek ilyen ügyekben, mert én személyesen tudok olyan ügyekről, amiben nem úgy, mint a tárgybéri, esetben jelentették, hanem bizony játékrészes voltak. És az ellenzék helyében például megkérdezném azt, hogy és mi van a többi vállalattal? Tehát valahogy csak az amerikai vállalatokat. Nem is az ellenzék része. Hát én, akkor kérdezze meg. Én egy csendes halk értelmiségi vagyok. Most kérdezem egyébként. Már nem tartozik az MSZP-hez. Hát tagja vagyok az MSZP-nek, de nem nagyon politizálok az MSZP-ben, mert nem nagyon látom azt a pártot, amit egyébként Baja Ferenc és Tóbiás József irányít úgy, ahogy irányít. Én nekem ott nagyon sok helyem nincsen, nem is keresem a helyemet tekintetben. Ez egyébként egy önmagában is egy probléma, hiszen azért emlékezünk arra, hogy persze most lehet az ellenzéknek támadni az internet adót, de 2008-ban egyrészt Nyitrai Zsolt, mostani államtitkár, borzalmasan elokvensen tiltakozott ellene, az ellen, amit egyébként Hiller István, ma éppen a legmagasabb rangú parlamenti képviselője az ellenzéknek, parlamenti alelnök, akart bevezetni. De valami tehát, ezt minimális hogy százalékban az is hozzátartozik az igazsághoz. Hitelességi deficit, és hát annak a pártnak, aminek ugye Baja Ferenc a legfőbb esze, hát ottan van némi probléma, úgyhogy én távol tartom magam ilyen értelemben a napi politikától. Megpróbálok, hát hogy mondjam, tágabb összefüggéseket és érdekesebb dolgokkal foglalkozni. Hát most azt tettük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.